A Tatai medence természeti és épített környezete a turizmussal kapcsolatos legárnyaltabb igényeknek is képes megfelelni, feltéve, ha összefogás, együttműködés van. Azoknak a turizmus és az idegenforgalom területén tevékenykedő önkormányzati, ha úgy tetszik, idézőjelbe téve köztestületi szervezeteknek és az idegenforgalomban, turizmusban dolgozó vállalkozásoknak kell egymás irányába kezet nyújtani és együtt meggyőzni arról azokat, akik élményekre vágynak és élményeket keresnek, hogy az egyik legjobb befektetés, hogyha a Tatai medencébe jönnek, itt töltenek el egy hetet, három napot, két napot, akár egy napot is itt költik el azt a jövedelmüket, a jövedelmüknek azt a részét, amelyet élményre szeretnének váltani. Ez a mai találkozó is erről szól, hogy azok a hivatalos, hivatásos és nem hivatásos társadalmi, civil szervezetek és vállalkozások, akik érdekeltek abban, hogy ablakot nyissunk, még nagyobb ablakot nyissunk, és vonzó, hogy mondjam, belsőt mutassunk az érdeklődők számára, azok itt egyeztetik a teendőket. A Tata és Térsége Turisztikai Egyesület az összefogást szervezi. Tata pedig új attrakciókkal készült a szezonra. A három szép újdonsággal jelentkezünk az idén, a megújított, félig már megújított angolkerttel, a fényesen a tanösvénnyel és az új ökoturisztikai központunkkal. Én azt gondolom, hogy böcsületesen, tisztességesen fölkészültünk az idei turisztikai szezonra. Az elmúlt esztendők növekedő turisztikai látogatottsága Tatán most olyan újdonságokkal találkozhat, ami azt reméljük, hogy tovább erősíti ezt az emelkedést, aminél a legfontosabb üzenetünk az az továbbra is, hogy elsősorban mindent a tataiaknak építünk, a tataiak családtagjainak és vendégeinek, és harmadsorban pedig nagy-nagy örömmel várjuk azokat, akik még nem jártak Tatán, vagy szeretnek ide hozzánk csak ellátogatni. Egész biztos, hogy ez a három új fejlesztésünk az idei évben már sokkal több látogatót vonz.